látogatóban karácsonyi Manónál. Szent este volt. János egész nap hordta ki a csomagokat és a leveleket. Örült, hogy ennyi munkája akadt, mert a podlás szobája, ahol lakott, barátságtalan és hideg volt. Szülei meghaltak, feleséget nem talált magának. Már csak egyetlen csomagocska feküdt a motorja kosarában. Amikor kézbe vette, hogy megnézze a címzést, ezt olvasta a csomag zsinórjára erősített levélkén. A gondos csomagkihordónak, színes, szíves üdvözlettel, karácsonyi Manó. A meglepetéstől még elindulni is elfelejtett a jelzőlámpánál, pedig az épp zöldet mutatott. Csak a mögötte fölzendülő dudakoncert riasztotta föl. Máskor megengedett volna magának egy adag sült krumplit, vagy egy zacskó forró gesztenyét barátjánál, Dánielnél a Bella Itáliában. De most olyan kíváncsi lett, hogy egyből hazakerekezett. Alig bírta kivárni, hogy felbonthassa a csomagocskát. Amikor föltépte a papírt, csak egy aprócska a skatuját talált a dobozban, abban pedig egyetlen babszemet. A füléhez tartotta, de nem adott hangot. Megszagolta, de nem volt szaga. Óvatosan bekóstolta, de íze sem volt. János alapos ember volt, aki mindent, amiben belefogott, rendesen be is fejezett. Ezért elővette a lexikon, s meg is találta benne az ő babjának a leírását. Azt írták róla, mexikói varázsbab. Erős altatószernek számít. Sajnos kipusztult. Nos, mondta János, ajándéklónak ne nézzük a fogát, és talán még szükségem lesz egyszer altatószerre. Elővette egy virágcserepet, beleültette a babot, és megöntözte. Alig, hogy az első csepp víz rácsöppent a virágföldre, egy szép levél pattant ki belőle. Pillanatok alatt formás kis növényé növekedett. Aztán tovább burjánzott. János hamarosan úgy érezhette magát a padlásszobában, mintha egy őserdőben ülne. Kissé tanástalanul kereste a lámpakapcsolót, a növény ugyanis teljesen benőtte az ablakot. Ahogy felgyúlt a villany, a bab virágozni kezdett. Hatalmas, illatos virágokat hajtott, egyik pompásabb volt, mint a másik. Csodálatos arany és vörös színűek. Öröm volt rájuk nézni. János nem bírta megállni, hogy meg ne érintse az egyiket. Abban a pillanatban ráfonódott a kezére egy babinda, és behúzta őt a zöld levélsűrűbe. Segítség! Kiáltotta. De senki sem volt a közelben, aki meghallotta volna. Mind magasabbra rántotta Jánost az inda, amíg csak hirtelen meg nem álltak egy felhőkastély előtt. Ott megenyhült az inda szorítása, és János ismét szabad ember lett. Kíváncsian lépett az aranykapuhoz, amelyhez egy levegőben levegő lépcsősor vezetett. A kapun kopogtató karika függött. Alig, hogy János hozzáért, csengőszó hallatszott, és feltárult előtte a kapu. Egy hatalmas, nagy műhelyben találta magát. Törpék és törpe asszonyok, kis angyalok dolgoztak serényen, meg mindenféle kis állat. Az egyik törpe játékszereket hordott asztalról asztalra. Egy másik ajándékkártyákat írt. Megint mások fűrészeltek, kalapáltak, enyvesztek és esztergáltak. Minden sarokban nagy halom ajándék állt. A postás törpe alig győzte becsomagolni őket. Egy emelvényről karácsonyi Manó figyelte a szorgoskodó kicsiket. Amint meglátta Jánost, széttárta a karját, magához ölelte, egész mellét beborító sűrű fehér szakállához szorította. Köszöntelek a karácsonyi műhelyben, kiáltotta. Már nagyon vártunk téged. János zavarba jött. Soha sem hitte volna, hogy karácsonyi Manó valóban létezik. Nem hitte már gyerekkorában sem. És most a vén fehér szakáll úgy látszik, tudott olvasni a gondolataiban. Bizony, kedves barátom, most csodálkozhatsz, nevetett és körbe mutatott. Íme, itt van számodra a bizonyíték. Az összes csomag és csomagocska, amit a szenteste előtt széthortál, igazából innen föntről származik. Nagyon sokat segítettél nekünk. Hát igaz, mormogta János, és mindig újra körbe kellett jártatnia a szemét, hogy nézze, milyen ügyesen tesznek vesztek a szorgalmas kis kezek. Bizony, mondta ismét karácsonyi Manó, és János nyaka köré fonta a karját. Ezért hívtunk meg ma ide hozzánk. Az égi műhelyben egyszer csak kávé és csokoládé illat áradt szét. János körülnézett, mert világéletében szerette az édes csokoládét,
nagy adag frissen felvert tejszínhabbal a tetején. Meglátott egy lépcsőt, amelyet eddig nem vett észre. Egy törpe asszony jött le rajta éppen. Tárcát cipelt, olyan nehéz kávéskannával, hogy a tárca meghajlott alatta. Utána jött egy másik törpe, az frissen sütött lekváros buktákat hozott a kosarában. Egy harmadik megint kannát cipelt, amelyből kis csokoládé illatfelhők szálltak fel. Nyomában pedig egy törpe gyerek érkezett, aki egy tál pompás tejszínhabot hozott. Jánosnak összefutott a nyál a szájában. Itt az idő, barátaink! Kiáltott a karácsonyi Manó, és tapsolt egyet. Asztalhoz, asztalhoz! Ezt nem kellett kétszer mondani a szorgos segítőknek. Csattogó fa papucsban és csattogó szárnyakkal siettek a fenyőfához, melynek mindkét oldalán megterített, hosszú asztalok álltak. János és karácsonyi Manó egymás mellett ült az asztal fönn. Megkezdődött az evésivás, nevetés, fecsegés. János olyan jó kedvű lett, mint talán még soha. Egy ilyen karácsonyi Manónak, kiáltotta, és rágyújtott az egyetlen karácsonyi dalra, amit ismert. Amint elhangzott a dal, karácsonyi Manó rámosolygott Jánosra. Na, most már meg kell kapnod végre az igazi karácsonyi ajándékodat is. Hogy-hogy, csodálkozott János, aki szülei halála óta nem kapott ajándékot. Valamit pedig rendeltek számodra, somolygott karácsonyi Manó. De kicsoda? Kiáltott felámulva János. Nekem senkim sincsen. Ki szeretne engem? Van, aki szeret. A gyerekek. És mindenki, aki örül, ha ajándékcsomagot viszel neki, és egy pár kedves szót is mondasz mellé. Miért ne mondanék, hiszen az mindenkinek jól esik, mondta zavartan János. Utolsó szavai közben érezte, hogy megrángatja valaki a nadrág szárát. Egy nyuszi volt az. A mancsát nyújtotta Jánosnak. Gyere, makogta. Oda viszlek az ajándékosztáshoz. János fölemelkedett. Érezte, hogy hangosan mer a szíve. Biztonság okából belecsípett a karjába, hogy tudja, ébren van-e vagy álmodik. Izgalmában talán egy kicsit túl nagyot csípett. Minden esetre úgy fájt, hogy János felkiáltott, és kinyitotta a szemét. Ott feküdt a padlástető alatt az ágyában, és rájött, hogy minden, de minden csak álom volt. Vagy mégsem? Amikor ugyanis egy kicsit később sétálni indult, ajtaja előtt ott állt egy vadonatúj piros motorkerékpár. Pontosan olyan, amilyet már nagyon régen szeretett volna. A motoros sisakban egy kis cédulát talált. Jánosnak szeretettel. Csak ennyi volt rajta. Mit csináljon? Becsöngetett Márta asszonyhoz, a szállásadó nőjéhez, akinek nyáron a kerti munkákban gyakran segített. Megkérdezte tőle, nem tudja-e, ki hozta ide ezt a motorkerékpárt. Ki hozta volna? Válaszolta az mosolyogva. Hát a karácsonyi Manó, ki más? És aztán együtt elmentek kipróbálni az új járművet.